Tisztelettel köszöntöm a média képviselőit a 2014. év második sajtótájékoztatóján. A sajtótájékoztató témái. 1. pont, készül a költségvetés. 2. pont, közlemények, benne jegyzői közlemény. 3. pont, az előző sajtótájékoztatón felmerült kérdésekre a válaszok. A 2014. évi költségvetéssel kapcsolatban kezdeném egyes pontként. Tehát Kecelváros önkormányzata megváltozott gazdálkodási környezetben tevékenykedett az elmúlt évben. Az év elején a költségvetési támogatások átalakulása és csökkenése miatt felülvizsgálásra kerültek egyes önkormányzati feladatok költségei, melyek több helyen megszorításokat eredményeztek. A helyi adóbevételek is csökkentek, rendkívüli bevételi tételek megszűnése miatt, és így nem tették lehetővé az év elejé költségvetési szigorítások enyhítését év közben sem. A kieső bevételeket az önkormányzat pályázatok útján elnyert támogatásokkal pótolta, melyekkel együtt a tavalyi költségvetési egyenleg kedvező képet mutat. Itt ezek a pályázatok, ezeket még egyszer megismételném. Itt volt egy önhikis pályázat, ahol 36 millió forintos összeggel támogatták az állam az önkormányzatot, illetve volt 12 millió forintos gyermekétkeztetéses pályázat, illetve a gyermekjólét az alapszolgáltatásokra is, plusz még 4 millió forint, tehát összesen 52 millió forint bevételünk lett állami támogatásokból a pályázatokon keresztül. A 2014-es gazdálkodási évben segítséget jelent a kormány által elfogadott újabb adósságkonszolidáció, mely azt jelenti, hogy az idei évtől tartós hitelezési adóssága Kecelváros önkormányzatának nincs. Jelenleg a költségvetés előkészítése folyik a hivatalban, mert az adósságkonszolidáció újabb üteme, illetve az állami támogatások kismértékű emelkedése mellett a helyi adóbevételi tervek visszafogása határoz meg. Előzetes tendenciaként valószínűsíthető, hogy az önkormányzat részéről a gazdálkodás feszességének fenntartása mellett van lehetőség többletfinanszírozást adni a szükséges és a fontos területekre. A költségvetési rendelet elfogadását Kecelváros képviselőtestete február 4-i ülésén tűzi napirendre. Konkrét számokat most még nem akarok előre mondani, mert pont a mai nap lesz a testülettel egy megbeszélés, és a jövő héten lenne akkor a költségvetés megtárgyalása, és bízom benne, hogy pozitív költségvetés alakul ki, és a testület el fogja fogadni. 2. napirendi pont közleményekkel kapcsolatos. Itt az A részében a jegyzői közlemény. A szolgáltatók kérésére felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy ingatlanjaikra a házszámokat mihamarabb kihelyezni szíveskedjenek. Van egy rendőrségi felhívás. Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy internetes oldalakon való vásárlás esetén fokozottan körültekintőek legyenek. Lehetőség szerint kerüljék a feltűnően olcsó tárgyak, például telefon, laptop, elektronikai eszközök, előre utalással történő kifizetését, és ragaszkodjanak a megrendelt tárgyak személyes átvételéhez. A hirdető személyének, valamint internetes értékelésének a vásárlás előtt minden esetben nézzenek utána. Tájékoztatjuk a város lakosságát, hogy a 107-es segélyhívó telefonszám mellett a 112-es általános segélyhívó számon lehet bejelenteni a rendőrség felé ezt. A keceli szolgálatos rendőrt a 20-539-83-71-es telefonszámon lehet elérni. Akkor a vadásztársaságnak is van egy közleménye dr. Beke József részéről. A Béke Vadásztársaság felhívja a gyümölcsös kertek tulajdonosainak figyelmét, hogy a téli nyúlrágás ellen védekezni szíveskedjenek. Rendszeresen ellenőrizzék a kerítések állapotát. A hibákat, amelyek a nyulak bejutását lehetővé teszik, ki kell javítani. A bejutott nyulakat ki kell hajtani a kertből. Amennyiben ez nem sikerül, hogy a 0620-97-18-180-as telefonszámon lehet a vadásztársaság segítségét kérni.
az előző sajtótájékoztatón feltett kérdésekre való válaszok következnek. Egyes a Flóra 2013-as költségvetésével kapcsolatban. Itt a kiadások teljesülése 8.859.788 forint volt, a tervezett költség 8 millió forint volt, az összköltség, tehát a 2014. évi költségekkel együtt 9.312.619 forint, a tervezett bevétel 6 millió forint, a tényleges bevétel 7.423.394 forint, a szaldó, tehát az elszámlás egyenlege mínusz 1.889.222 forint, ez mindkét évet érintő egyenleg, itt a tervezett egyenleg mínusz 2 millió forint volt, tehát pénzügyileg a költségvetéssel összevetve a hiány mértékét sikerült tartani, a rendezvény bekerülési költsége a költségvetési terveken belül maradt, és a tavalyi pénzügyi egyenleg egyébként mínusz 3,5 millió forint volt, tehát itt azért el kell mondanom egy ilyen nagy rendezvényt, ahol egy háromnapos nagy rendezvény van, és 8000 ember látogatja a várost, ezt nem lehet pozitív szaldóval zárni, tehát itt az önkormányzatnak áldozni kell arra, hogy egy ilyen nagy rendezvény meg tudjon tartani, de ezt a virágkiállítás előtt is már mondtam, hogy ez pozitív szaldóval biztos nem lesz zárva, ezért is terveztünk be mínusz 2 millió forintot, és így ebben a keretben sikerült bentartani a költségeket. A jegyet vásárló látogatók száma 2012-ben 4.755 ember volt, 2013-ban 5.958 fő volt, 600 darab kettőfős tiszteletjegy került kiküldésre a vendégek, támogatók, közreműködők számára, és velük, illetve a rendezvényen résztvevő kiállítók, árusok, dolgozók számával együtt 8000 fő látogatta a Virágfesztivált. A visszajelzésekkel kapcsolatban szakmailag pozitív visszajelzések érkeztek. A média visszhang a kistérségi, megyei és országos média részéről is jó, mind az idei témát, mind a lebonyolítást illetően dicséretet kaptunk. Liszt Ferenc szerelmi álmok közben. Cseke Péter, a Kecskeméti Katona József Színház igazgatója a megnyitón kért szót, az ő beszéde nem volt tervezett, mindenképpen szerette volna megköszönni a megtiszteltetést, hogy egy ilyen nívós eseményen felkértük őt a védnökségre. A Pintér úr díjának átadását szervező Kecskeméti rendezvényszervező iroda is pozitívan szólt, az arculati elemekről és a kísérő programokról, amelyek az idén pluszként iktattunk a programba. A füredi verklis és a körhintások az ország minden táján megfordulnak rendezvényeken, de elmondták, hogy ilyen jól szervezett és jó hangulatú eseményen ritkán vesznek részt, a jövőben is bármikor szívesen eljönnek. Kritikaként is felmerült, hogy kevés volt a virág az idei Flórán. Ebben az évben a fő témában több vágott virág volt elhelyezve, mint tavaly, a kiállítók számára pedig nem szabhatjuk meg, hogy a standjukon mit helyeznek el. Azt állítanak ki, amit ők jónak látnak, és kétségtelen, hogy mindenkinél a faiskola és a zöld növény dominál. A vágott virágot ők is a virágpiacon szerzik be, és erre annyit költenek, amennyit a standjuk díszítésére szánnak. Mi örülünk minden kiállítónak, és nem is vagyunk olyan helyzetben, hogy a vágott virág kihelyezését feltételül szabjuk. Évek óta idejáró kertbarátkörök és nyugdíjas klubok is írták, ez a vendégkönyvben visszakereshető, hogy az idei kiállítás az előző évekhez képest kiemelkedően színvonalas volt. Aki egy kicsit is reálisan szemléli a mai gazdasági körülményeket, az úgy gondolom, hogy nem a 20 évvel ezelőtti virágpompára számít 2014-ben. Mivel a látogatók száma alapján azt reméljük, hogy a fesztivál ismét felszálló évben van, ígérem, hogy az idei virágkiállításon a fő témában a tavainál több vágott virágot helyezünk majd el. Mindent összevetve, tehát a rendezvény szakmailag és pénzügyileg is sikeres volt.
Ha hagyományokat folytatva a jövőben is szeretnénk virágkeltást szervezni, akkor ennyi költséget rá kell szánnunk. 2014-ben, tehát december 5-6-7 között rendezzük majd meg a 28. virágfesztivált. Ez a flórával kapcsolatos tájékoztató. Akkor számadat a behajtásokkal kapcsolatban. Hatósági átutalási megbízások 100 adózó esetében mentek ki, és 27 adózó esetében volt ez sikeres. A befolyt összeg 9.161.677 forint lett, és itt szétbontva is megkaptam az átutalási megbízások eredményét, tehát itt iparűzési adóra bejött 7.316.290 forint, gépjárműadóra 1.123.874 forint, kommunális adóra 380.084 forint, késedelmi pótlékokra 341.429 forint, és még egyszer ez összesen 9.161.677 forint, és még lesznek következő végrehajtási cselekmények, például újabb hatósági átutalási megbízások, gépjárművek lefoglalása, forgalomból való kivonása, és munkabér letiltások következhetnek, ha nem fizetnek, és itt a törvény alapján, vagy kormányrendelet alapján végrehajtási eljárás költségáltalány meghatározása a 49/2012 12.28 kormányrendelet alapján. Tehát ezek a behajtással kapcsolatos tájékoztatások. A C pontban konténeres víz mettől meddig lesz elérhető? Tehát a tegnap is és ma is, úgy emlékszem, tegnap biztosan voltak itt, és a vizes blokk és az elektromos szerkezet bekötései történnek most meg. És mint tudjuk, hogy a Kiskunsági Víziközmű Szolgáltató Kft., amely 54 települést és 190 ezer lakost lát el, ő kapott most működési engedélyt erre az év végéig, 2014-12-31-ig, és ez a Kiskunsági Víziközmű Szolgáltató Kft. Fogja ellátni ennek a karbantartását és rendezését. Most addig, amíg a működési engedély hatóságtól nem érkezik meg, tehát ez körülbelül 45-60 nap körüli időszak, tehát várhatóan március végétől lehet igénybe venni a konténerben lévő víz elhordását, addig természetesen ugyanazok a szódások, akiktől eddig felvételezték a vizet, ugyanúgy hordhatják addig onnét. Igen, és hogy mettől meddig lesz elérhető, valószínű, tehát érdeklődtem Kiskörzsön és Ottvadkerten is, reggel 7 órától minden nap délután 4 óráig, tehát ez várható. Akkor tudják a konténerből a vizet vinni az emberek. Következő pont, köztéri cégtáblákkal kapcsolatos tájékoztató, hogy hogy áll. Az önkormányzat építésügyi osztályának kiadtam feladatként, kigyűjtötték az engedélyeket, akinek nincs engedélye, és akinek van, hogy akinek nincs, és itt ezeknek a vállalkozóknak, ezeknek kimegy egy felszólító levél, ez folyamatban van, és majd eldöntik, hogy fizetnek bérleti díjat ezért, vagy viszont le kell szerelniük ezeket a táblákat a következő időszakban. Ezt a jegyző úr intézi. Én megköszönöm a médiák jelenlétét, köszönöm szépen a figyelmet.